srácok, én Martin vagyok, és itt vagyunk egy pack opening videóban. Van itt 31 darab pack, és ezt fogjuk kinyitni ebben a videóban. Van itt mindenféle pro pack, van egy csomó quickcell-es, meg road to ride chase-ból a 250.000-es, meg a sima 25.000-es. Tehát elég sok fajta pack van most, és reménykedünk, hogy kapunk valami jót. Én igazából ezekből a quickcell-ekből várok nagy összegeket, úgyhogy nézzük is. Kezdjük a pro pack-ekkel szerintem, mert azok igazából nem fognak szerintem olyan jó dolgot dobni, viszont egy Arsenal Crest, na, az nem is rossz, sőt, ezekhez a pack-ekhez képest még jó is. Egy Crest ilyen 7-10k körül megy egyébként. Hát ebben nem volt senki, és semmi. Jön a harmadik pro pack, nézzük. Hát itt sincsen senki. Elit játékost ezekből igazából már nem is nagyon várok, mert úgy sem fog adni soha, és most sem. Hát nyilván egyébként. Na, van egy Queen Up pack is, ezt most kinyitom. És nézzük, mit kapunk. Oroszország legyőzi Mexikót június 24-én, akkor 18.000 coinst kapok. Hát akkor hajrá Oroszország, hajrá. Na, nyissuk ki most ezt a Game Changers packet, ebbe is gondolom aranyjátékos lesz, és igen, Ruiz. Hát az aztán nem is érjen sokat, szóval tök mindegy. Nyissuk ki most ezeket a Road to Ride pack-eket. Ebbe ugye maximum 25.000 coinst lehet kapni. Mondom, Road to Ride pack-et. Majdnem nyitottam egy quickcell-t. Nézzük, meg lesz-e 25.000. 2-0-val kevesebb, de mindegy. Következő. 100 coins, nagyszerű. Gondoltam, hogy lesz minimum egy, de fogadjunk itt ezt a második. És gondoltam, tessék. Akkor most jönnek a 250.000-es Road to Righteous pack-ek. Hát, ha beadná, 750. Fogadjunk, ez is 1000 alatt lesz. És 500. Ezek nagyon szarok. Ezek a 250.000-es Road to Righteous pack-ek, ezek nagyon szarok. Nézzük, itt egy Liga Master pack, ebből sem lehet jót kapni. Egyébként én Liga Master packből egyszer kaptam egy elitet. Tehát van remény. Na, Goalkeepers pack, abból viszont még életemben nem kaptam jót, tehát elitet még nem kaptam, azt tuti. Tehát ilyen 78-79-est azt hiszem egyszer kaptam. De hát az nem ér semmit. Tehát, ja. És egy 66-os ezüst. Hát igen. Nyissuk ki a TOTS pack-eket. Hát, ad egy tokent, vagy egy elit játékost. Hát ez nem az egyébként. De nézzük tovább. Meshba. Pelusó. És egy Liga token. Ott van a Liga token. Nagyszerű. Most, hogy ezt megkaptuk, így már biztosan nem kell packet vásárolnom, mert ki fog jönni péntekig, vagyis a csütörtök estig a 10 darab tókám, úgyhogy lesz egy reserve playerem, vagy ha esetleg adna abba egy starter playert, akkor egy starter playerem. Úgyhogy, ja. Na, Mandzukic. Na tessék, Mandzukic. Az nem rossz, csak az a baj, hogy ő is értéktelen. Hát igen, ez van, ezt kell elfogadni. Sibling scouting pack-eket nyissuk ki, hát bead egy Pogbát, és Kelly-re, anyád. Következő. Nézzük a Pogba. Kelly-re, bazd meg. Heroes pack. Ebből ugye egy crestet fogunk kapni,
És a Juventus kereszt az nem is rossz. Az szerintem egy 10-esbe elmegy. És akkor nézzük az apró pekket. Én már jó sok idő óta ebből sem számítok nagy dolgokra. Nézzük is igazából. Hát persze. Egy darab elitet nem adna. Jó van. Nagyon régen kaptam ezekből elit játékost. De akkor nézzük a Quickset pekkeket. Hát ha beadna az 1 milliót, úristen, hát azt nagyon adnám. És az első egy 12 000-es. Hogyha már mindegyik 10 000 pluszos lesz, akkor már örülök igazából. De nézzük. 5 000, hát ja, nyilván nem egyébként. Nyilván nem jön az én szerencsém. És 7 500. Pff, na hát az én a... Légy szíves, adjál már valami nagyobb összeget. 11 000. Hát... 7 500, nem állt, Istenem, bíztam ezekbe a pekkekbe. Fogadni egy nagyobb összeget. Na, 25 000, az már nem rossz. Az már eléggé jó. És az utolsó pedig 5 000, hát bazd meg. Na jó, nézzük meg, hogy mennyi pénzt szereztem most. Hát játékost elég sokat, de nézzük meg, 25 000. 63 000 plusz meg egy 2 5 000-es, az 73 000. Hát nem rossz annyira, de azért 7 darab ilyen quickset-ekből jöhetett volna egy kicsit több is. És akkor ezt pedig majd később tudom eladni. Nézzük meg, hogy állunk a plannel. Hát így, látszok, eltelt egy-két nap, és kijött a Calcio Ás Tots Pack, Reserve Pack. Szóval én úgy gondoltam, hogy akkor ezt megvárjuk, és ezt is berakom a videóba. És igazából akkor nézzük is, hogy kit kapunk. Remélem, hogy egy Dybala, vagy ki van még Reserve-be, aki jó. Hát szerintem csak Dybala, vagy nem. Mert hát van egy pár jó játékos, de ők sem érnek semmit. De a legjobban egy starter playernek örülnék nyilván. De nézzük. Claim. És akkor kit ad Reserve Player Tots Plan. Kíváncsi vagyok. Fogadjunk egy 90, max 91-es lesz. Nézzük. 3, 2, 1. És Baldé Diao. Igen, ilyesmire számítottam. Hát, oké. Legalább egy 90-est kaptunk, nem pedig az egyetlen 90 alattit. Ez már pozitívum. Na jól van, srácok. Akkor köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk a legközelebbi videóba. Sziasztok!